Hogyan azonosítható a nátriumkarbonát, a nátriumklorid és az alumínium-szulfát? Három főzőpohárban ismeretlen sorrendben szilárd nátriumkarbonát, nátriumklorid és alumínium-szulfát található. Desztillált víz, valamint pH mérés segítségével azonosítsuk a főzőpoharaknak a tartalmát. Először az ismeretleneket desztillált vízbe feloldjuk, utána pedig a pH szenzor használatával megvizsgáljuk az oldatoknak a kémhatását. Az első oldat. Mérjük meg az oldatnak a pH-ját. Az oldat pH-ja 10,5 körüli, tehát lúgos kémhatású. Vizsgáljuk meg a második oldatnak is a pH-ját. Keveréssel segítjük az anyag oldódását. Látszik, hogy a pH mérő folyamatosan csökkenő értéket mutat. Az oldat pH-ja körülbelül 2-es, tehát ez egy savas kémhatású oldat. Vizsgáljuk meg a harmadik oldatunknak is a pH-ját. Vízbe oldom az anyagot. Megkeverjük. És ezt kettően megmérjük a pH-t.
A harmadik oldat pH-ja kicsit több mint 5,6, tehát ennek az oldatnak a kémhatása közel semleges. Az első oldatunknál rugos kémhatást tapasztaltunk. Valószínűleg ebben az oldatban nátriumkarbonát volt található. A nátriumkarbonát egy erős bázis, a nátriumhidroxid, és egy gyenge sav, a szénsav sója, ezért az ilyen anyagokra jellemző, hogy rugosan hidrolizálnak. A második oldat esetén a műszer savas kémhatást jelzett, ebben az oldatban alumínium szulfát volt található. Az alumínium szulfát savasan hidrolizál, ugyanis egy gyenge bázisnak, az alumínium hidroxidnak erős savval, kénsavval alkotott sójáról van szó. A harmadik oldat, melynek a kémhatása közel semleges, feltételezhetően nátriumkloridot tartalmazott. A nátriumklorid erős bázisnak, nátriumhidroxidnak erős savval, sósavval alkotott sója, és mint ilyen só jellemző, hogy nem hidrolizál, vizes oldatának kémhatása semleges.